Van egy falu Északbácskában, amely más, mint a többi település a Vajdaságban. A fiatalok többsége innen is elvándorolt, de a látogató mégsem érez elhagyatottságot vagy sivárságot. Épp ellenkezőleg, a topolyai községhez tartozó Bács-Kossuth-falva utcáin, parkjaiban és zöldövezeteiben mindenütt szorgos kezek munkája látszik, és az, hogy az itt lakók szeretik falujukat. A pozitív összkép az Iris nevet viselő civil szervezet munkájának is köszönhető. A rekkenő hőség ellenére Bács-Kossuth falvában, vagy Moravicán, ahogyan a helyiek a falujukat még nevezik, egy 35 tagú hölgycsapat szorgoskodik a falu központ kis parkjában. Kapálnak, gyomlálnak, nyesegetnek, locsolnak. Szegfű szeretem meg ezeket a begóniákat, vagy örökénynyillókat. És rettentően tetszik ez a dob, ezt meg kell mondanom, mert Moravicának ez nagyon fölviszi. Csinálgatjuk, itt-ott eltűnik egy-egy virág, jó van. Úgy vagyok vele, remélem, hogy ez, aki elvitte, az való előtetés nála is virítani fog. Nem tudok más mondani. Az Iris Virágkedvelős Környezetvédő Egyesület 10 évvel ezelőtt alakult meg azzal a céllal, hogy a tagok kerteket, virágkiállításokat látogassanak, magot és palántákat cseréljenek, és tanácsokat adjanak egymásnak a kertészkedéssel kapcsolatban. 3 évvel ezelőtt az új elnökasszony bevezette a falu szépítési és környezetvédelmi akciókat is, bár ebben a kezeim némiképp meg vannak kötve a csapattagok életkorát illetően. Azoknak, akik már nem bírják a nehezebb fizikai munkát, a kertek szépítését szolgáló műhely munkát talál ki. Ez alkalommal farekeszeket és üvegpalackokat festenek, amelyekbe virágokat ültetnek majd. Nálunk is ez a kivándorlás, elvándorlás azért rátette bélyegét a falura, így aztán hát csak az idősebbek maradtak sajnos, akik tudnak dolgozni. Ezt azért csináltuk ezeket a ládákat, hogy valami kreatívkodás is legyen, mert ne csak a kertészkedésről szóljon az egész, hanem a műhely munkát belevéve, így be tudjuk vonni azokat az idősebb hölgyeket is, akik sajnos nem tudnak esetleg hajolni meg kapálgatni, hanem őket is tudjuk foglalkoztatni, hogy közöttünk lehessenek. Ez egy aféle gyógyszer is mindannyiunk számára, mert elfelejtsük a bújunkat, bánatunkat, és nagyon nagy lelkesedéssel dolgozgatunk. Jó napot kívánok, Isten hozta, kedves vendégeim! Posvai Zsuzsanna évek óta egyedül él. Egyetlen leánya is külföldre költözött. Magányában egyedüli öröme a kertje és a virágai. A lila akász meg újra virágzik. Van citrom, leander, muskátlim. Az egyesületben is akkor tagosodtam be, mikor egyedül maradtam, és akkor szeretem volna valakihez azért tartozni, valahova elmenni, valahol az időt tölteni, és akkor én úgy gondoltam, hogy én a virágot szeretem, akkor ide tagosodok. A hölgyek között 3 férfi is van az egyesületben. Benárik Béla elhunyt felesége nyomdokait követve tagosodott be. Szeretem a virágokat. Nem csak a virágokat, az összes növényt, meg általában ezt az életet, ami körülvesz bennünket, mert ugye az emberiség elég jó elpusztítsa már a környezetét, és akkor szeretnénk, hogyha legalább valami maradna belőle. Amit tesznek, nem csak saját magukért teszik, mondják az asszonyok, hanem a közösségnek is adnak valami szépet, jót. Kevesen vagyunk, már a faluba is, és akkor ebben szeretnénk, hogy hát mivel itten van élet, lássák, hogy van élet, akkor hát ha majd visszajönnek, ha egy sétát tesz a központba, akkor élvezze, hogy itt van Moravicán, hogy milyen a falunk, hogy valaki mégis itt marad és gondoskodik róla. A munkanap végén az iriszesek halálfáradtan, de elégedetten gyülekeznek a klubhelységük előtt. Ilyenkor jól esik a házi készítésű mentaízű üdítő és a frissen sült pogácsa. A falu krónikása pedig lencse végre kapja a csapatot a helyi újságnak. A jókedvű embereket nézve azon gondolkodom, hogy az a mondás, hogy aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, itt nem hangzik közhelynek.